Egészséges étkezés, alvás, jó tanulmányi eredmény. Dr. Tamasi József írása. A felnőttek gyakran hallhatják, hogy mit kell tenniük egészségük megóvása érdekében, ám ezek legtöbbét valójában már a gyerekeknél is fontos lenne alkalmazni, állítják az Alabama Egyetem szakértői. Az olyan egészségi szokások, mint a megfelelő étkezés és alvás, pedig közvetlenül hatással vannak a gyermekek tanulmányi teljesítményére is. Kalória és tápanyag nélkül nem tud koncentrálni a gyerek. Az emberi agy nem működik megfelelően kellő mennyiségű kalória nélkül. Ugyanez általában nem okoz nagy gondot, ám ha a gyerekek reggelizés nélkül mennek iskolába, az hatással lehet gondolkodási mechanizmusuk működésére. Magyarázta Krista Kassaza, az egyetem docense. Javaslata szerint a gyerekek lehetőleg gyümölcsökkel, fehérje tartalmú ételekkel és teljes kiörlésű tápanyagokkal kezdjék a napot. Nem javasoltak a cukrozott édességek, mert a cukor a gyorsan felszívódó tápanyagok körébe tartozik, így nem biztosítja a kiegyensúlyozott energiaforrást. A tápanyagokban jól kiegyensúlyozott reggeli segít a gyerekeknek stabilan szinten tartani a figyelmüket. Fontos, hogy ebédidőben is megfelelően és jó legyenek, hiszen ez az étkezés a délután szempontjából fontos. Amennyiben kellően tápláló ebédet fogyasztanak, igazából vacsoráig semmiféle további ételre nincs szükség, állítja Keszáza. Ugyanakkor hozzátette, hogy ha mégis kérnének egy kis uzonnát a gyerekek, az lehetőleg egészséges ételekből álljon, például joghurtból, zöldségekből, esetleg házisütésű chipsből, a folyadékbevitelt pedig inkább vízzel biztosítsák, szemben a különféle üdítőitalokkal. Az alvási hiány napi probléma a koncentráció csökkenésében. Vacsora után pedig a megfelelő mennyiségű alvás legyen az elsődleges prioritás. A gyerekeknek nagy szükségük van a nyugodt és elegendő alvásra, ahhoz is, hogy másnap megfelelően teljesítsenek az iskolában, fejtette ki Krisztin Avis, az Alboma Egyetem docense. Az alvási hiány problémákat okozhat a figyelem, és az órán elhangzottak megjegyzésének terén tette hozzá. Ávis szerint a 6-12 éveseknek elengedhetetlen a 9 órányi alvás, de valójában 18 éves korig jó, ha ennyit alszanak a gyerekek. A szülők sokszor azt gondolják, hogy egy-egy este nem számít, ha kevesebbet alszik a gyerek, de ennek mindenképp kihatása van a következő napi teljesítményre, magyarázta a szakember. Ávis a hétvégére nem javasolja a késői fennmaradást és sokáig alvást, hiszen úgy nehezebb a gyerekeknek visszaállni a hétköznapi korei fekvésre és kelésre. Ezért egységes alvási időpontot javasol a hét minden napjára, hiszen így a gyerekek folyamatosan kellő pihenésben részesülnek, ami segít a mindennapokban. Szerkesztői megjegyzés Az éjfél előtti alvás a felnőtt embernek is nagyon fontos. Azt mondják, hogy az éjfél előtti alvás duplán értékes. Aki rendszertelenül alszik, annak a szervezete hamarabb kimerül, valamint a vegetatív idegrendszere is felborul.